2020-ban a pandémia miatt zárt kapus mérkőzést játszott egymással a Bicske és a Ferencváros a Magyar Kupában. Akkor 5-0-ra nyert a Ferencváros, most pedig több mint 2000-en voltak kíváncsiak a zöldfehérek vendégjátékára a MOL Magyar Kupa harmadik körében, és az első ferencvárosi lehetőség a 11. percben Boli készített le, aztán Mercier tette Boli elé, majd utána Marquinhos volt az, aki fölélőtt. 31. perc, újabb ferencvárosi támadás, 24-szeres kupagyőztes akcióban, golyák ívelését követően Vingó próbált csúsztatni. Kaput elkerülte azonban a fejese. Monaco elleni meccshez képest 9 változás volt a Ferencváros összetételében. Mindössze Sami Maé és Vingó voltak azok, akik megmaradtak. A 46. percben, de még mindig az első félidőben Sigért buktatta Bozsoki, amiért sárgalapot kapott a bicskeiek játékosa. Az NB3 nyugati csoportjának 14. helyén áll egyéb iránt a bicskei csapat. És a szabadrugást követően Amer Golyák góljával meg is szerezte a vezetést a Fradi. Az első gólja a zöldfehér mezben a bosnyák válogatott játékosnak, aki a Dinamo Zágrebtől érkezett a nyár végén, és ezt követően le is fújta az első játékrészt a találkozó bírája. 57. perc, újabb ferencvárosi lehetőség, egy labda középre, ott a helyzet, és egy nagy védés. Szűcs Lajos, korábbi ferencvárosi játékos fia, szintén kapus, a Bicske kapusa. Kérdés volt egyéb iránt, hogy felépül-e a mérkőzésre. 73. perc, az első hazai helyzet, és egy lövés, ami nem sokkal megy el keresztbe a bal kapufa mellett. Hirman Kristóf passzát követően Lencsés Bálint lőtt. Nem maradt a 0-1, és aztán a 87. percben Marquinhos szögletét követően érkezik Vécsei, és egy nagyon laza boka mozdulattal megszerzi a Ferencváros második gólját. A Monaco ellen győztes gólt szerzett a hétközben az Európa Ligában, ahol a csoportkörben 2-2 nyert a Fradi, a címvédő, és most is 2 gólt szerez, és jut tovább a Magyar Kupában a Bicske ellenében. 2-0 lett, meccs előtt elfogadtam volna, de az a helyzet, hogy 2 elkerülhető gólt kaptunk. Tudjuk, jobban játszott a Fradi természetesen, de 2 elkerülhető gólt kaptunk, és ezért kicsit szomorú a lelkem. Azért ez a taps, ez nektek szól, ez a bicskei taps, ez azt hiszem egy jó leső érzés lehet. Mindent kiadtatok magatokból ma? Azt gondolom, igen, nagyon büszke lett az egész Bicske a kis csapatunkra. Én is büszke vagyok rájuk. Hát nem tudom, nagyon jó a csapat egység jelenleg, és szerintem ettől voltunk ma olyan jó szintünkhöz képest. Nyilván olyan szándékkal jöttünk ide, hogy úgymond a kötelezőt hozni kell. Szeretnénk megint a döntőbe jutni és megnyerni ezt a kupát. Úgyhogy hát nyilván fontos volt a győzelem, nem a legszebb mérkőzésünk volt. Nyilván ezek a mérkőzések ilyenek, az első gólig nehéz. A bicskeiek lelkesen támadtak, amikor tudtak, úgyhogy igazából hoztuk a kötelezőt.